Sziasztok, ez itt a GameWave, én Benny vagyok, és elérkeztünk a Forza Horizon 1 sorozatunk most már 5. részéhez, és hát természetesen megint ott folytatjuk ezt a részt, ahol az előzőt abba hagytuk. Ugye ott megszereztem és megépítettem ezt a 4 GDM autót, úgyhogy most ebben az egyikben, ebben a Mazda RX-7-esben ülök, és ugye megszereztük a 6-os, tehát a lila karszalagot is, amivel feloldottuk ezt a rengeteg lila versenyt, úgyhogy ebből egyhez ide is jöttem, látjátok. Ez közvetlen itt van a fesztivál mellett, úgyhogy közel is volt. És szerintem kezdjük is ezzel talán a mai videót. Ez az autó, amit nagyon nem akartam eddig feltuningolni, de úgy tűnik, hogy nem fogom elkerülni, és muszáj leszek ezen az autón, és változtatni kicsit. Teljesen mindegy egyébként, majd úgyis le lehet róla szedni ezeket, úgyhogy annyira nem lényeges végül is, hogy feltuningoltuk. De tényleg az van, hogy ezt az Aston Martin, meg úgy általában a Banfindokat egyébként meg akartam hagyni stockon, és nem kifejezetten azokkal versenyezni, de hát úgy tűnik, hogy ez nem választás. Viszont akkor indítsuk is a versenyt. Most egy Ford GT40 ellen versenyzünk. Ez meg a klasszikus, tehát a rendes 60-valahányas GT. Ugye több évben is versenyeztek egyébként. És ami nagyon érdekes, hogy ugye erről a teljes Ford vs Ferrari versenyről, erre van is egy film, konkrétan ez a címe ugye, hogy Ford vs Ferrari. És ami nagyon furcsa, hogy ott arról nem beszélnek, hogy mennyire sokat, tulajdonképpen 2 évet végig szenvedett a Ford, mielőtt végre sikerült egyszer megnyerni. És végül is az sem pontosan úgy van elmondva a filmben, ahogy történt. Mert hogy valójában az történt, hogy egyébként talán volt arról szó, hogy nem elsőre nyertek a Fordok, de az nem volt kiemelve szerintem ennyire, hogy 2 éven át folyamatosan csak szenvedtek, és mondjuk azt hiszem, hogy mind a 2 évben elindultak 8-8 autóval, amiből egy sem ért célba, és akkor a 3. évre sikerült az, hogy a 8 autóból 3 célba ért, a Ferrarinak pedig az hát egy kicsit szerencsétlenebb éve volt, és ott nekik 3-ból 0 autó ért célba. Viszont ők csak 3-mal indultak, szóval még mindig kevesebb autójuk esett ki, mint a Fordnek, viszont így akkor a Ford tudta megnyerni abban az évben a Le Mans-t. Ezt egyébként nem is tudom, hogy miért kezdtem elmondani. Most csak így eszembe jutott erről a GT40-ről. Na és közben megcsináltuk ezt a kis szélárnyék challenge-et is, amiért kaptunk 25 000 kreditet. És lassan amúgy be is érünk a célba, ami azért nem jó, mert még nem vagyok az első helyen, pedig nagyon ott kéne legyek, úgyhogy most egy kicsit rá is kapcsolok. Hát azért talán meg lesz. Ja, itt kicsit le fogom venni a falat. Aha, nem kicsit vettem le a falat. Viszont második leszek, mert elbeszéltem a versenyt. Na szép. És valószínűleg, amit mondtam, az csak félig volt értelmes, mert félig közben meg arra próbáltam figyelni, hogy versenyezzek. De mindegy, ez most akkor egy ilyen szép kis start lett. Egyébként még azért így is egészen sok pontot fogunk szerintem kapni a kreditekből ítelve. Hát 160-at. Akkor végül is 50 pont különbség van az első és a második hely között, és nem ülök át ebbe az Aston Martinba, mert sokkal lassabb. Sőt, egyébként a 458-ba kéne visszaülni, vagy az Ultimába. Ahogy látjátok, átültem és végül az Ultimát választottam, mert ez lesz a leggyorsabb módja a közlekedésnek most. Jaj, mondjuk csúszkálni fogok rendesen. Mindegy, a lényeg az, hogy most így gyorsan oda fogunk érni a következő néhány versenyhez. És akkor, hát nagyjából most ennek a résznek a célja az megint csak az, hogy folytassuk a történetet és haladjunk előre a szintjeinkkel. Úgyhogy, hát most megint jó sokat fogok versenyezni, amit már az előző részekben is elkezdtem kivagdosni nektek. Most az előzőt pont végigbeszéltem a Fordról, úgyhogy azt benne hagytam. Mert miért ne? De akkor most szerintem én végigmegyek néhány versenyen, és talán utána találkozunk. Meg hogyha esetleg feldob még valamilyen másik, újabb bánfajnot a játék, akkor... Vagy hát nem tudom, milyen érdekesség tud most történni, ami még eddig nem fordult elő a játékban. De hát akkor, hogyha bármi olyasmi van, akkor találkozunk. Valamiért az utolsó 3 versenyen ezt a Subarut kellett használjam. És igazából abszolút nem az alapján döntöttem, hogy melyik versenyre megyek, hogy melyiken lehet majd ugyanazt az autót használni. Csak szimplán mentem sorba a közeli versenyekhez. És úgy tűnik, hogy ez az autó az összesnek megfelel, az összes kategóriának. Egy A600-as autó, és úgy tűnik, hogy eddig mindenhez jó volt.
És egyébként tök jó, nagyon gyors és tök jól irányítható, úgyhogy megint megnyertem vele ezt a versenyt is. És látjátok egyébként, most ott volt, nem maradok az autóban, szóval látjátok, hogy ott volt, hogy a 7-es szintű karszalag az már valamilyen elit aranyszínű szalag lesz, úgyhogy hát van egy olyan érzésem, hogy az az utolsó, vagy nem tudom. De hogy akkor gondolom, hogy ott majd jön valami ilyen boss fight a játékban. Ugye talán itt ez majd Darius Fint lesz, aki ellen meg kell küzdeni, majd a 7-es karszalagnál. Viszont nekem most az jutott eszembe, hogy még az előző részben azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha vennénk valami ilyen hiperautót, vagy valami nagyon drága, ilyen 1 millió kredit feletti autót. Akár egy, talán az F50 volt ott, vagy, de nem is, az F50 GT, vagy az F40 kompetíció, nem. Ezek voltak, amiken gondolkodtam, hogy azokat akartam megvenni. És most pont az előbb az egyik verseny után feldobta megint a játék, hogy vannak itt ezek a kifejezetten pénzszerző versenyek. Legyetek, hogy ezért ilyen pontot nem kapunk, mint ezeknél a liláknál például, ugye itt az összesen 210 pontot lehet kapni. Ez nem ír semmi olyasmit, jaj, most rosszra mentem, igen, szóval ez nem ír semmi olyasmit, hogy pénzt, pontot kapnánk érte, csak pénzt. Viszont ez most jelent meg, úgyhogy gondolom, hogy mivel viszonylag új verseny, ezért viszonylag sok pénzt fog érte adni. Szóval én azt mondanám, hogy jöjjünk ide, egyébként tudok is gyors utazni talán ideig, és akkor legalább közel leszünk. És nézzük meg, hogy mik ezek a pénzes versenyek, mert még a legelején egyébként, amikor az első ilyet megkaptuk, akkor azt hiszem, hogy egy 355-es Ferrari-val még ránéztünk az első ilyen versenyre, de azóta sokat nem foglalkoztam vele, úgyhogy lehet, hogy megérné egy kicsit megnézni, hogy mi változott azóta. Lehet, hogy rengeteg pénzt tudunk majd összeszedni, hoppá. Egy kicsit sikerült elütnem ezt a kedileket. Aha, és akkor elértem, jó. Tehát ez nem ilyen kis event, amivel így be kell menni, hanem be kellett jönni a kerítésen, és akkor így automatikusan bedobott minket a játék. Jó, egyébként most így utólag még ott a városban a 355-es Ferrari-vel is csak úgy volt, hogy be kellett menni a parkolóházba. Na és akkor gondolom, hogy majd itt lesz az, hogy lehet választani. Igen, most egyelőre kettő verseny közül. Hát ha a dupláját nem is, de 48 meg 50 ezer krediteket adnak ezek a versenyek, szóval végül is sokkal többet valóban, mint a sima versenyek. Na jó, igazából mind a kettőt meg tudjuk csinálni, kezdjünk mondjuk ezzel, mert ez így érdekesnek tűnik, és használjuk megint hozzá egy Ferrari-t, mert végül is az előzőnél is azt használtunk, csak másikat, szóval miért nem maradjunk annál. Igen, és itt egyébként azért láthatóan drágább autók is vannak, most ami ellen megyünk. Indítsuk is el a versenyt, egyébként szerintem olyan nagyon nagy különbség a sima versenyekhez képest nincsen. Igen, itt annyi ugye, hogy a checkpointok egy kicsit máshogy néznek ki, és talán itt lesz forgalom? Azt hiszem, hogy mintha itt ez olyan típusú verseny lenne, ahol van forgalom. Nem vagyok benne biztos, különben. Jaj. És egyébként látszik, hogy a többi autó is fel van tuningolva egy kicsit. Mert az elefánt például stockon biztos, hogy nincs rajta ez a szárny. Hoppá! Szegény valakinek neki ment, ahogy nézem, mert hogy meglehetősen lemaradt tőlünk. Hopp! És itt még rallizni is kell. Igen, itt van forgalom valóban. Most szembe jött valami autó, úgyhogy biztosan van forgalom, mert hogy ha szembe jön, akkor az valószínűleg nem velünk versenyzik, meg ez sem velünk versenyzett, mert hogy sokkal lassabb volt, mint mi. Viszont aki ott megy előttünk, az nagyon elhúzott, úgyhogy ott valahogy utal kéne érni. Pláne, hogy ez nem egy hosszú verseny különben. Az 50%-nál járunk, nagyjából 50 másodperc alatt. Szóval akkor végül is azért ez jóval gyorsabb módja a pénzszerzésnek itt a játékban, mert hogy akkor 2 perc alatt lehet nagyjából 50 ezer kreditet szerezni. A többi normális verseny meg mondjuk ilyen 4-5 perces, és csak 30-35 ezer kreditet ad. Szóval akkor azért ezekkel jobban járunk, hogyha össze akarunk farmolni egy kicsit mondjuk egy F50 GT-re. Ami azért nem lenne rossz, valljuk be. És közben megelőztem, talán egy Aventador volt ott, ami még előttünk ment, és akkor be is érünk a célba egy kicsit driftelve. Mert miért ne? Az új Forzákban is szokás így beérni. Hoppá, viszont valaki nekünk jött, na mindegy. Ez nekünk talán már nem... Aha! Nem 50 ezer kreditet szedtünk össze ezzel, hanem 90-et. És tudjátok mi? Maradunk ebben az autóban, mert tökre szeretem. Még akkor is, ha egy kicsit lassabb, mint az Ultima. Most ez van. Akkor viszont nagyon-nagyon megéri ezeket a versenyeket megcsinálni. Tök rövidek. És ez mi? Ezt annyiszor megcsinálom.
Ja nem, ezt már megcsináltam, és akkor ott is van, hogy első lettem benne, és meg ilyen riválisok vannak itt. Na jó, viszont akkor nézzük meg ezt a másik versenyt. Ah, és akkor itt meg megint csak választhatunk autókat. Legyen most a Diablo, miért ne? Használjunk akkor itt ilyen drágább autókat, ha már ezek ilyen pénzszerzős versenyek. Aha, igen, a játék is így gondolta egyébként, tehát itt abszolút látszik, hogy a drágább típusú autókból van több. Lehet, hogy egyébként ezt is ahhoz igazítja, hogy én milyen típusú autókat választok. Ugye például az újabb, szóval az ilyen Horizon 4, Horizon 5-ökben, hogyha szólóban megyünk, szóval nem online, akkor a kis drivatorokat a térképen mindig ahhoz igazítja, mindig olyan autóhoz, amivel éppen vezetünk, hogy egy kicsit ilyen hasonló stílusúnak tűnjön az egész játék, mint hogyha mindenki olyan autót akarna vezetni, mint a miénk. Szóval simán lehet, hogy ezt már itt is megcsinálták. És már itt például, hogyha kiválasztok valami olasz, ilyen viszonylag drága autót, mint mondjuk ez a Diablo, akkor lehet, hogy direkt azért rakod be most ilyen Maserati, Ferrari és másik Lamborghini-ket mellém. Mondjuk egyébként van Merci is. Szóval ez teljes mértékben nem igaz azért. Meg egyébként az is lehet, hogy ez abszolút a véletlen műve és teljesen random sikerült a játéknak most ezt az autópárosítást így összesorsolnia. Egyébként arra lennék még kíváncsi, hogy ezek a checkpointok ugye teljesen máshogy néznek ki, mint a kis füstös checkpointok a normális versenyeknél. Látjátok, hogy ezeknek nincs széle, és mennyire lehet vajon így távol menni ettől a kis beacontől, amit még mindig elfogad a játék. Szóval mennyire széles ez vajon? Nem tudom egyébként, tehát hogyha lecsúszok nagyon valami útról, és nagyon levágom, vagy csak szimplán valamiért kicsúszok egy kanyarból, akkor ezt mennyire fogadná el vajon? Na és itt meg az utolsó pillanatban sikerült utolérni ezt a Kaliforniát. De hát akkor ezt a versenyt is megnyertem, és gondolom, hogy akkor itt is ilyen 80-90 ezer kreditet fogok kapni. Igen, 87 ezer. Hát igen, az nem rossz azért. Jó, viszont ebben az autóban nem maradunk, mert ez már sokkal lassabb lenne. És már több mint 1 millió kreditünk van. Ezt jó gyorsan összefarmoltuk így. Viszont még néhány ilyen verseny kell lenni fog azért ahhoz, hogy meg tudjuk venni mondjuk azt az F50 GT-t. Na hát itt azért jelentősen több verseny van. Nyilván itt már megkaptuk az összeset. Ó, és van egy 60 ezres. Na ezt csináljuk meg, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyit kapunk belőle valójában. Szerintem bőven egy 100-es felett egyébként. Csak nyilván ehhez meg is kéne nyerni magát a versenyt. Hoppá, csak hogyha jön a forgalom. Na látjátok, most például erről beszéltem az előbb, hogy most tökre lecsúsztam az útra. És nagyon nem az úton mentem el a checkpointnál, hanem tökre mellette. És ennek ellenére úgy tűnik, hogy elfogadta a játék, szóval akkor viszonylag nagy a tűrés határ. És ez például befelé nem tudom, hogy mennyire lehetett volna levágni ezt a kanyart. Lehet, hogy tökre. Egyébként a térképen van ott egy ilyen szélessége a checkpointoknak. Lehet, hogy ameddig az tart, nagyjából addig lehet elmenni. Bár ugye nyilván most itt a legtöbb helyen például korlát van, szóval itt nem is nagyon tudnék mellé menni az útnak. De hogy ilyenkor például látjátok, most tökre levágtam. Mondjuk meg is csúsztam, és emiatt neki mentem a falnak, tehát tulajdonképpen előnyöm nem lett ebből, hogy levágtam ezt a kanyart. De hogy akár előnyöm is származhatott volna belőle. És úgy tűnik, hogy még akkor is megkaptam érte a pontot. Vagy hát elfogadta a játék, hogy átmentem ott. Hoppá, viszont ez úgy nézem, hogy nem is olyan rövid verseny. Akkor nem véletlenül ér 60 ezret. Mert hogy még csak a 15%-ánál járunk. Na lassan csak beérek, úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni a Horizon 1-nek a leghosszabb versenyét. Ez ilyen kolosszus típusú verseny lehet egyébként. 9 perc volt, ahogy láthatok ott a végén. Na és akkor nézzük, hogy mennyi pénz. 112 ezer kreditet kaptunk. Egyébként annyira nem is sok, mint amennyire számítottam most ilyen hosszú versenyzés után. De ahogy nyertünk egy autót is mellé. Hát, jó. Visszajöttem időközben az új adag versenyhez, ahhoz a maradék kettőhöz, amit az előbb megkaptunk. Úgy tűnik, hogy ezek sokkal megérősebbek. Látjátok, 94 ezer kreditet kaptam egy 2 perces versenyért. Az előbb meg ilyen 5 perces versenyeket kaptam 70-et. Úgyhogy jobban megéri ezeket megcsinálni.
Szerintem egyébként nagyjából ezzel a versenyen, hogyha megvagyunk, akkor kell is, hogy legyen elég pénzünk arra, hogy megvegyük az F50 GT-t. Most így időközben el is döntöttem magammal, hogy szinte biztos, hogy azt fogom megvenni. Abban az autóban egyébként, ha jól tudom, 3 készült összesen. Mert hogy pont azt tervezte vele a Ferrari talán, mint most a 499P-vel, hogy visszatérnek Le Mans-ba. Úgy tűnik, hogy ez a videó valamiért akarva akaratlanul is ilyen Le Mans témájú lesz, és akarul forog. Szóval vissza akartak térni, ha jól tudom. De aztán valamiért megváltoztatta az FIA ott is a szabályokat. És mire elkészültek az autónak a terveivel, meg talán néhány kasznit le is gyártottak, addigra kiderült, hogy ez az F50 GT igazából mégse lenne jó ahhoz, hogy indulhassanak vele a versenyben. És végül az egész projektet hagyták a fenébe, viszont valami japán gyűjtő talán azt mondta, hogy azért mégiscsak gyártsák már le azt a 3 meglévő kasznit, és csináljanak belőlük rendes autót, és építsék meg őket, és ne csak bezúzzák azt a 3 tök szép karbon cuccot, ami már ott megvolt nekik. Úgyhogy végül ez a japán gyűjtő, ha jól tudom, akkor adott pénzt a Ferrari-nek, és akkor így be lett fejezve ez a 3 darab autó. Viszont így cserébe ez a 3 darab autó egyrészt szinte sosem látják a napvilágot. Nagyjából egy darab van belőle, amit néha lefotóznak, és akkor arról így lehet tudni, hogy ez még létezik és életben van. A másik kettőről fogalmunk sincs, hogy mi van velük. És igazából ezt az egyet se olyan nagyon gyakran használják, plusz amit nem nagyon tudunk róla, hogy most a teljesítményével mi van pontosan. Elméletileg nagyon-nagyon durván erős lett az az autó, mert hogy pláne az, hogy nagyon-nagyon könnyű, és emellé nagyon erős. Mondjuk nincs ilyen egy-egyes aránya, mint mondjuk a Koenigsegg Vantuvannak, de mondjuk ahhoz képest, hogy ilyen 90-es évekbeli autó, mondjuk 90-es évek vége, azért ahhoz képest az egy elég OP autónak sikerült, így a Ferrari részéről, úgyhogy érdekes lett volna látni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mégiscsak elindulnak vele Le Mans-ba, és mégiscsak versenyeztek volna ezzel az autóval, de hát úgy tűnik, hogy ez sajnos sosem történt meg, és valahogy el lett felejtve ez az autó. Kivétel Forzában egyébként, nagyjából ez az egyetlen olyan játék, ahol még így létezik ennek az autónak az emléke. Úgyhogy akkor most ennek örömére szerintem menjünk is oda az autósóba, és nagyon remélem, hogy ez az 1.395.000 kredit elég lesz rá, és nem kell még egyszer visszajönnöm versenyezni, de mondjuk, hogyha vissza kell, akkor meg visszajövök, ez van. És hát 1.200.000 kredit, egyébként várjátok, mi van a tokenekkel? Nincsen tokenem, jó, szóval nem tudom megvenni tokenekből. Hát akkor viszont kénytelenek leszünk kreditből megvenni. És vissza is térünk szabadbarangolásba, most ezzel az autóval vajon? Pontosan, ezzel az autóval. Ez most erősebb vajon, mint az Ultima, vagy nem? Irányíthatóbb, az biztos. Nem csúszkál annyira, itt az elején. És nagyon hasonló különben a kategória, szóval az Ultima is valahol itt van a 980-as szám környékén. Hát ez nagyon jó, ez az autó. Zseniális. Oké, hát akkor ennek örömére, hogy most megszereztük az első ilyen 1 millió kredit feletti autónkat, szerintem vissza is térhetnénk nagyjából a versenyzéshez. Látjátok, hogy most kb. Félúton vagyunk a 7-es, tehát az Elite Karszalaghoz. Úgyhogy még kb. Ugyanannyi verseny van hátra, mint amennyit most ma megcsináltam. Plusz, amivel nagyon-nagyon szeretnék foglalkozni, az az, hogy felfedezzem az utakat, és felfedezzem ezeket az akciótáblákat, és elüssem őket mind. Most itt van például egy belőle szürkén, de itt vannak például pirosak, amiket még nem ütöttem el. Na, ezeket például mind el kéne ütni, mert nagyon-nagyon jól jönne az az akció, hogy teljesen ingyen tudjunk tuningolni. Viszont ezek mind-mind a következő részekre fognak maradni, ugyanis erre sajnos csak ennyi időnk volt. Hoppá, viszont most vettem csak észre, hogy mennyire jó hangja van ennek az autónak így a játékban is. Hoppá, mondjuk annak nem kifejezetten van jó hangja, hogy neki mentem ennek az autónak. Olyan, mintha ezt mikrofonnal nekiálltak volna felvenni, valahogy... Olyan, mintha ez nem szimulált hang lenne, mint a többi autónál, hanem ez valamilyen külön felvett hang lenne, amit csak ehhez az autóhoz megcsináltak. Simán el tudom képzelni egyébként, hogy ez így van. Valamiért nem teljesen egyezik meg a szimuláció azzal, ahogy nyomom a gázt, és azzal, ahogy
pörög fel a motor. Meg néha van egy kis váltás a hangban. Egy kicsit a visszhangja megváltozik. Hogy gyorsulunk és egyre... Nagyon-nagyon érdekes hangja van különben, de nagyon jó. Szóval ez viszont tök hasonló. És ez plusz pont a Forzának akkor, hogy ennek az autónak tök jól meg tudták csinálni a hangját. Érdekes, hogy egyébként a Horizon 5-ben szerintem bőven nincs ilyen jó hangja ennek az autónak, pedig abban is benne van. Hát mindegy, akkor ezzel a csalódással kell zárnunk ezt a részt, hogy az 5-ben nem hozták át ezeket a tök jó hangokat, itt pedig már megvolt. Viszont akkor tényleg az van, hogy köszönöm szépen, hogyha ezt a részt ideig végignéztétek, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így volt, akkor lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el a nyereményjátékainkat sem. A következő részben pedig találkozunk, addig is, sziasztok!